Hihetetlen Tamás. Tamás! Hé! Tamás! Várj! Hová rohansz? Ez veszélyes! Tamás! Állj már meg! Várj, Tamás! Vége van! Semmit sem tehetsz érte, már késő! Látnom kell, engedj el! Tamás! Isten bocsásson meg nekünk. Tették ezt veled! Gyerünk! Gyorsabban! Köszönjük már! Nem érünk rá egész nap! Jézus! Mozogjatok! Estére végeznünk kell! Hé! Hey! Mi van? Mi folyik itt? Jézus! Tamás! Jézus! Mit tettek veled? Végre itt vagy. Johanna. Igen, végre. Hol vannak a többiek? Nem tudom. Jézus. 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 Mit tettünk veled? Mit tettünk veled? Jézus. Jézus. Siessetek már! Ne! Gyerünk! Ne! Ne nyúj hozzá! Hallgass! Elég, elég! Nem tudod, mit tettetek. Gyerünk! Indulj! Merre megyünk? Arra. Ott a családom új sírboltja. De nincs sok időnk, mindjárt kezdődik a sabbát. Gyorsan, vigyétek be! Zsidók! Hallgassatok meg! A rómaiak megölték a mestert! Ne engedjétek ide! Ők ölték meg! Megöltek egy igaz embert! Ideje, hogy egyesítsük erőinket! Ez Barabás! Eljött a szabadság ideje! Kövessetek! Kövessetek! Mire vársz még? Fogd el, Kájusz! Kövessetek! Szálljunk harcba! Fogjátok el! Vissza! Mária. Kérlek, Tamás, le kell zárnunk a sírt. Gyere, kérlek. Nem. Nem hagyhatjuk így itt. Nem tudtuk megmenteni, legalább rendesen el kell temetnünk. Tudom, de nem most. Gyere, kérlek. Mennünk kell, Tamás. Gyere, menjünk.
Gyorsan! Zárd be a sírt! Veturius! Jönnek Pilátus emberei! Menjetek! Vidd az asszonyokat! Mennünk kell, gyere! Nem tudom, ki vagy, de... Én nem. Én nem hagyom itt a mestert. Ne csak magadra gondolj. A halál a legkönnyebb kiút. Menjetek már! Nézd az anyját meg a többieket. Szükségük van rád. Vidd őket biztos helyre. Mire vártok még? Megörültetek? Vidd innen, mielőtt meggondolom magam. Gyere! Nem hagylak el, mester. Köszönöm. Idióta. És római katonának nevezi magát. Minden rendben, uram. Minden rendben? Hol az az átkutott zelóta, Barabás? Talán őt kellett volna megfeszíteni. Ez Pilátus dönti el. Te velünk jössz. És a halott követői? Elmentek. Eltűntek a tömegben. Szökni hagytad őket? El kell fogni mindenkit, aki a lázadásért felelős. Keressétek őket. Éjszakára maradj itt. Talán visszajönnek, amilyen ostobák. Igen, uram. Azt mondtam, te velem jössz. Merre menjünk? Hisz nem ismerjük a várost. Nem tudom, de biztos találunk valamit. Menjünk oda, ahol utoljára vacsoráztunk a mesterrel. Az arra van. Menjünk oda. János! Hadd segítsek. Gyere ide! Engedj el! Szórakoztass egy szegény magányos lelket! Hagyd végén! Na! Gyorsan! Arra! Megjöttek! Tamás! Simon! Jakab! Hála Istennek, hogy életben vagytok. Hol voltatok? Hol voltatok? Itt voltunk, Tamás. Megsérültél? Nem. Ez nem az én vérem. Az övé. Római gyilkosok. Mit tettek vele? Hogy hagyhattuk, hogy megtegyék? Tamás... Nekünk is épp úgy fáj, mint neked. A barátainak nevezett. Az asztalánál ettünk. Ez az a kenyér, amelyet nekünk tört meg. Szörnyetegek vagyunk! Mit tettünk mi érte? Elfutottunk. Hazudtunk. Én háromszor megtagadtam, éppen ahogy megjósolta. Féltem. Péter. Testvérem. Testvérem. Péter. Na és te? Későn értem oda. Már csak ezt találtam. Mind itt vagyunk? Csak Júdás hiányzik. Júdás felakasztotta magát. Júdás. Júdás. Jaj, mit tett? Ő árulta el az ellenségeinknek. Egy csókkal. Valaki minket is el akar árulni. Tudják a nevünket. Itt vagyunk a listán, melyet Pilátus szórt szét a városban. Lázadásért üldöznek bennünket. Menekülnünk kell. Gyorsan! Menjünk vissza Galileába. Igazad van. Galileában békében élhetünk. Béke? Békében?
Hogy mondhatsz ilyet? Azok után, ami történt. Elfelejtetted, hogy Jézus egy idegen sírjában fekszik. Mi sem felejtettük el, Tamás. Azért vagyunk itt, mert követtük őt. Igen, hát akkor most sem hagyhatjuk el, igaz? Nem állhat az utunkban néhány római. El kell temetnünk tisztességesen. Jézus biztosan nem akarná, hogy meghalljunk. Te ezt hiszed, Péter? Jó. Akkor egyedül megyek. Mester, én soha nem hagylak el téged. Esküszöm, hogy így lesz. Mosakodj meg, Tamás. Te hittél benne. Ő tudta ezt. Igen. És most egy hideg kőtömbön fekszik. Tudom, mennyire hiányzik neked. De nem tehetsz semmit. Ezt el kell fogadnod. Nem. El kell mennem a sírhoz. Tamás, nem lehet. Az bűn. Elkezdődött a szabbat. Megtalálom a módját, hogy kijuttassam onnan. Tamás, az veszélyes. Ne menj egyedül. Hidd a többieket. Talán lesz, aki veled megy. Én megyek. Nem. Nem, Johanna. Ez az én dolgom. Ez volt a tervük. Ürügy a lázadást a Róma hatalma ellen. Hagynom kellett volna, hogy megrohadjon a kereszten. Egy zsidó profétát. Húsvétkor. Ezrek szeme láttára a falak előtt. Mi csak elvittük a testet, hogy megnyugtassuk a tömeget. Hogy megnyugtassátok őket? Így gyakorlatilag lázadás tört ki. De József, nekik adtad a családi sírodat. Miért tetted ezt? Te zsidó vagy? Igen. És büszke vagyok, hogy római polgár is lehetek. Ő is velük volt a Nazarénus keresztjénél. Miért? Ki volt ő neked? Csak egy idegen. De a zsidó törvény könyörületet tanít. Tehát láttad őket, felismered őket. Hol vannak most? Nem tudom. Nem ismerem őket. Sosem láttam őket azelőtt. A neved a listán van, Arimateai József. Ez Jézus követőinek listája. Lázadásért keresik őket. Nem látom a nevem. Miért? Kellene? Nem, persze, hogy nem. Ráthagyták a vezetőjüket. És szó nélkül eltűntek. És te véded őket. Mondtam, nem ismerem őket. Látod még őket? Nekik adtad a sírt. Eljönnek majd. És ha eljönnek, szólsz nekem, ugye? De figyelmeztetlek. Ha valami történik a sírnál, személy szerint téged tesznek majd felelőssé. Semmi sem történhet a holttesttel. Most elmehetsz. Tudtam, hogy amilyen ostoba vagy, visszajössz ide. Akkor fogj el. Nem kell lesz nekik élve. Mire vársz még, Longinus? A halált akarod, igaz? De ne gondold, hogy én megadom neked! Bolondot ölni rosszat jelent! Tűnj el innen! Te segítesz nekünk, Longinus. Délután
Elengedtél minket. Ez nem tartozik rád. És másodszor már nem számítanék rá. Menj! Elegem van a galileaiakból. Mágusok, meg proféták. Te félsz. De kitől félsz? A megfeszítettől? Vagy a bűntudat az? Rajta. Őt megölted. Engem is megölhetsz. Centurio! Ki van ott? Csak egy állat volt, Caius. Aludj nyugodtan. Ha nem ölsz meg, akkor segíts nekem. Nem megyek el innen, amíg nem adod ide a testet. Őrült vagy. Nem segíthetek. Menj a papjaithoz a templomba. Kajafáshoz. Inkább levágom a karom, mint hogy őt kérjem meg. Kezdettől fogva ellensége volt a mesternek. De az... Arimateai József segíthet. Ki ő? Aki a sírt adta. Az egyik leghatalmasabb ember a Sanhedrinben. Könnyen megtalálod. Nagy háza van a város felső részében. Állat? És miféle állat, Longinus? Talán neve is van. Hallottad, nem? Állat volt. De ha már itt vagy, őrködj csak. Én megyek aludni. Kétlábú állat. De ideje, hogy megfizes a hazugságaidért, Longinus. Barátom, Arimateai József házát keresem. Arra van. Köszönöm. Szólj Pilátusnak, hogy az egyik tanítvány Arimateai József házába megy. Rendben. Mit akarsz? Józsefet keresem. Arimateai Józsefet. Üdvözöllek. Gyere be. Megkínálhatlak étellel, vagy itallal? Segíthetek valamiben? Engem keresnek. Mint a názáreti minden tanítványát. Gyere! Követett valaki? Volt valaki odakint, amikor jöttél? Csak egy szegény koldus. Szóval, mit tehetek érted? El kell vinnünk a mester testét. Még ma. De tudod, hogy őrzik a sírt. Igen, de te a Sanhedrin tagja vagy. Mondd, hogy ez Pilátus parancsa. Neked hisznek majd. Ez nem jó ötlet. Előbb segítséget ajánlasz, aztán visszavonod. Nem így van. Nem, én megértem. Sokat veszíthetsz. Gazdag vagy. Igen, meglehetősen. A mester mondta, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán. Mint gazdagnak bejutni az Isten országába. Hallottam. Még mindig nem tudom elhinni, hogy te is közülük való vagy. De elkérted a testét. Miért? Ez most már nem számít. Magatokat mentsétek. Nem. Nem megyünk el, amíg nem vihetjük el a mester testét. Makacs vagy. Mindkettőnket elfognak, és akkor nem tudok majd segíteni. Ne nekünk segíts. Hanem neki. Beszélek Kajafással. Sosem egyezne bele. De igen, ha az érdekében állna. Veled megyek. Nem, túl veszélyes. Tudom. Neked is.
Nem tudom a nevedet. Tamás. Tamás a Kapernaumi. Kajafás! El ne feledd. Bármit mondok, egy szót se szólj. József? József, mit akarsz? A názáreti egyik követője a házamba jött. Ha kihúzunk egy nevet Pilátus listájáról, az megbékíti egy időre, ugye? Nem azért jöttem, hogy kigúnyoljanak. A mestert akarjuk, a miénk. Hogy mer így beszélni velem ez az ember? Most nem az ő arcátlansága számít. Amíg a názáreti teste Jeruzsálemben marad, nem lehetünk benne biztosak, hogy nem lesz lázadás. Talán igazad van. Nem maradhatott a test, ahol van. Más helyet kell találnunk. Minél messzebb, annál jobb. Galilea. Galilea volt a mester otthona. Ott kell eltemetni. És Jeruzsálem békében marad. Ide hallgass. Ha elhagyjátok a várost és eltűntök, nagyon szívesen megfeledkezünk rólatok. Nem. Jézus szavait nem felejthetjük el. A mester tovább él. Isten felkentje volt. Hát persze, király volt. Nagyobb, mint Dávid maga. De mondd csak, megszabadította Izraelt római gályából. Elhozta a királyságát. Nem, kudarcot vallott mindenben. Csaló volt. Most már vége van. Jézus meghalt. De egy irgalmas cselekedet, növelné jó híredet az emberek között. Igaz. És abban is biztos vagyok, hogy Poncius Pilátus is hálás lesz, ha megoldod a problémáját. A testet akarod? Elintézhetem, hogy megkapd. De előbb beszélek Poncius Pilátussal. Remekül hazudsz. Hisz kereskedő vagy. Meg kéne tanulnod hallgatni. Csoda, hogy saját lábunkon mehetünk ki a templomból. Ki vagy te, József? Hm? Áruhás tanítvány. Jézus barátja és az ellenségeié. Ki mellett állsz? Mit számít? Még életben vagy. És megkaptad, amit akartál. Megtaláltam Józsefet, övé a sír. Elmentünk Kajafáshoz és... Kajafás? Tamás! Nem tudod, hogy Kajafás hamis tanukat fizetett a mester ellen? Talán őt is megvette. Mit mondtál? Azt, hogy áruló vagy. Úgy, mint Júdás. Simon, Tamás, elég már! Hagyd abba! Simon! 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 Tamás nem áruló! Csak makacs. Nézd! Nézd, Tamás! Nem szabad magunkra vonnunk a figyelmet. Ezt tudod? Igen, kockáztattam, de... Veszélybe sodortál bennünket! Mindenkit!
Mit tegyünk, Péter? Menjünk el. Azonnal. Várnunk kell. Várni? Mire várjunk, János? Ne légy ilyen indulatos. A mester mondta, ne legyen nyugtalan a szívetek. Atyám házában sok hely van. Titokban beszélt veled a mester? Hagyott térképet, hogy megtaláld az eljövendő királyságban? Keresned kell önmagadban. Hol? Hol? Tamás, miért csak arra van gondod, amit megérinthetsz? Mint ezt? Elfelejtsem, mit szenvedett Jézus? Ne, hagyd abba! Hagyd abba! Tamás! Testvérem, hallgass meg. Tudom, mennyit szenvedtél, testvérem. De ha kínozzuk magunkat, az nem vett véget a szenvedésünknek. Meg kell tanulnunk érezni őt. Hiszen bennünk él Isten fiának lelke. Milyen Isten engedi, hogy ezt tegyék egyetlen fiával? Tamás! Mária! Miért nem értitek meg? Én szerettem a mestert, épp úgy, mint ti. Tisztelnünk kell az emlékét, ezért mentem Kajafáshoz. Kajafás hajlandó kiadni a testét, hogy Galileába vigyük. Hazavihetjük őt. Hogy lehet ez? Ez csapda. Ki akarnak csalni minket innen? Hogy elfogjanak a sírnál? Az asszonyok. Ők már elmentek a sírhoz, hogy bebalzsamozzák. Ilyen gyávák vagyunk. Őket küldjük el? Nyugodj meg. Semmi bajuk nem lesz. Nincsenek a listán. Mária! Mi történt? Hol vannak a többiek? Megtámadtak. A mester. Beszélj, Mária. Eltűnt. Hogy eltűnt? Eltűnt. Nincs már ott a teste. Ellopták a mester testét? Ki volt? Nem tudom. A sírt kinyitották. Na és az őrök? Nyomukat se láttam ott. Látod? Mennyit ért a szavuk? Becsaptak. És a többiek? Még ott vannak. Gyerünk! Itt várjatok! Ha nem jövünk vissza, este menjetek el! Ne keressetek! Tamás! Ne akart, hogy most itt maradjak. Johanna! Johanna! Semmi bajod? Láttál valakit? Senkit. Biztos, nyilván járt itt valaki. A papok, a rómaiak, az elóták. Senki, Tamás. Senki. Gyere. Igaz. Nincs itt. Érzitek a békét? Mintha a halál eltűnt volna innen. Ehhez erő kellett. Meg akarták őt alázni. Elpusztítani. Még halálában is. Nincs vér. Küzdelemnek nincs jele. Semmi. És az őrök? Elfutottak.
Úgy tűnik. Elvitték a testet. De itt hagyták a leplet. Sírrablók. Nem. Nem volt mit elvinni. A mester volt ott. Ő mindennél többet ért. Igaz. Ezért kell őt megkeresnünk. Nem lesz könnyű, Tamás. Legalább próbálok tenni valamit, János. Talán inkább a szavait kellene őriznünk. Sose hazudott nekünk. Nem kételkedem a szavában. Biztos, Tamás? Visszajöhetnek a rómaiak. Mennünk kell. Azt hiszi, ő mindent tud. Mindegyikünk a maga módján emlékszik a mesterre. Bizony. Lehet, hogy figyelnek minket. Menjünk! Gyere, János! Gyertek! A Sanhedrin meg a rómaiak félnek, hogy emlékeznek majd rá. A teste nélkül kimondhatja, hogy létezett. Ha róla beszélünk, ki fog hinni nekünk? Bolondok, de eltökéltek. Ezt mondta rólunk Arimateai József. Elmondtad neki, hol rejtézünk? Nem. Nem. Sajnálom, Tamás. A római a barátjában bíztál. Hol van József? József nincs itt. A palotába hívott a Poncius Pilátus. Az áruló. Segíts, uram, kérlek, nincs miten. Tessék. Köszönöm, nagy lelkű vagy. Még mindig nem volt elég. Még sose láttam ennyi fényt. Megvárakoztatsz minket? Mindenütt. Vigyétek el. Nem beszélhet senkivel. Őr. És veszélyes. Azt állítod, nem volt közöd a követőihez. És nem tudod, mi történt. Már mondtam, semmit sem tudok róluk. Hazudsz. Követtünk téged. És te, hajlandó vagy elmondani az igazat? Igen, helytartó. Igen. Jól van. Kimegyünk a sírhoz. Hozzátok őket! Asszony. Mester? Miért sírsz? Kit keresel? Mester! Mária. Biztos, hogy követtek. Akkor tudják, hogy hol vagyunk. Nem, szerencsére sikerült leráznom.
Mária, mi történt veled? Láttam őt. Kit láttál? A mestert. Láttad a testét? Ő él, és beszélt hozzám. Beszélt hozzád? Biztosan? Hol történt? Visszamentem a sírhoz. Kétségbe voltam esve. Ő volt az. Megkért, hogy hozzam el a hírt a testvéreinek. Föltámadt. Visszajött a halál országából. Mint Lázár. Lehetséges. Megérintetted? Átöleltem a lábát. Azt mondta, jöjjek vissza ide. Péter, ez lehetetlen. Várj, Simon, várj! Nem hisztek nekem? Nem álom volt. Láttam. A nevemen szólított. Talán egy férfi volt, aki ismert és bolondá akart tenni téged. A mester volt. Hisz megígérte, hogy visszatér. Igaz. Én is tudom, hogy mindenre vágyunk. De Mária, ha visszajönne, Péterhez jönne, meg Jánoshoz, Simonhoz, vagy az édesanyjához. Vagy talán hozzám. Mária, miért jönne a mester először hozzád? Testvérem, hol van a szíved? Elhagyott a hiteddel együtt? Mindezt megjövendülték. Mester! Mester! Te vagy az! Beszélj hozzám! Mester! 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 Kérlek, ne hagyj el megint! Mester! Johanna! Miért követtél engem? Hallottál engem? Igen. De most már tudom, hogy hiszel. Elhiszed, hogy velünk van. Bár ilyen könnyű volna. De nem tudok hinni, amíg nem felel nekem. Akkor bíznod kell benne. Nem tudod, mennyire hiányzik nekem. El se tudod képzelni, hogy mennyire hiányzik nekem. Megvigasztal majd téged is. Tudom, hogy úgy lesz. Erre! Itt is vagyunk. Gyerünk, mozgás! Ez József. Rajta, Caius! Beszélj! Mi történt? Utasított, hogy pihenjünk. Miközben ő őrt állt. Bóviskoltunk. Aludtunk a tűznél, mikor hirtelen megrohant minket egy banda. Kik voltak? Uram! A halott követői. Mi? Fölismernéd őket? Sötét volt, de láttam Longinuszt, amint valakivel beszélt. És fölismertem, hogy egy követője volt. Aztán kihozták a Nazarénus testét a sírból, hallottam a nevét. Úgy hangzott, mint egy csatakiáltás. Jézus, Jézus! Ez felháborító! Elaludtál szolgálatban? Nem. Szerencsés vagy, ha nem feszítettlek meg. Tűnj a szemem elől! Mozgás! Most már hajlandó vagy beszélni? Már feleltem a kérdésedre. Többet nem tudok. Hogy mersz így beszélni Róma helytartójával, zsidó?
Ha könyörületből tetted, nagyot tévedtél. Ezek az emberek nem méltók a bizalmadra. Miért lopnák el a testet? Hogy lázadászítsanak. Mártírt akarnak teremteni. Te közéjük tartozol. Nem igaz. Ez képtelenség. Igazán? Miért hallom Kajafástól, hogy elmentél hozzá egyikükkel, és engedélyt kértél, hogy elvihesd a testet? Ez igaz. De tudni kell, mi jár a követői fejében. Még magad sem értetted meg a céljukat. Úgy látom, te viszont igen. Tehát mondd meg, hol vannak, és hová vitték a testet? Fogalmam sincs. Ahogy kijöttünk a templomból, a férfi elment, és azóta nem látta. Még mindig hazudsz nekem. Még néhány nap egy római börtönben, és könyörögsz majd, hogy meghallgassanak. Úgy van. Menjünk. Csupa hazugság. Miért? Nem tudom, de kiderítem. Gyere. Miért találták ezt ki? Először ellopják a testét, aztán minket hibáztatnak, hogy banditáknak tűnjünk, mint az elúták. A többieknek igazuk volt, becsaptak. Kajafás csapdába csalt. Igen. Beszélnem kell arimateai Józseffel. Biztos többet tud, mint amennyit mond. De Pilátus börtönében van. A palotában dolgozol, ugye? Segíthetsz? Mi a baj, Johanna? Arra gondoltam, amit Mária mondott. Én hiszek neki. Ahogy akarod, nem számít. Én bemegyek, veled vagy nélküled. Jól van, Tamás, segítek. Este gyere. Nem, holnap reggel. A templomban megyek imádkozni. Szólj testvéreimnek, hogy nem hagyom el őket. És hidd el, Johanna, visszahozom a mestert, ha addig élek is. És ha valóban föltámadt? Akkor nem félek meghalni. Nagy hálát, Izrael, mert megszabadultunk az eretnekségtől, a názáreti eretnekségétől, és imádkozz! Imádkozz, Izrael, hogy elítéljék a követőit! Ők lopták el a testét! Meg akarják őrizni az emlékét, a gyalázatos emlékét! A jövendő generációkra. Ez hazugság, Kajafás. Nem mi vittük el. A mesterünk volt. Te tudod, ki vitt el. Eladtad őt a rómaiaknak. Mennyit adott érte, Pilátus? Mennyi sérelmet viselsz el, Jeruzsálem? Mennyi átkot bírsz még el? Szerettük a mesterünket. Nézzétek! Nézzétek! Itt a lepel, amelybe tekertük. Mi nem vittük el a testét. Ha nekem nem hisztek, gyertek! Gyertek, nézzétek meg magatok! Igen, nézzétek meg! A sírt tegnap este vandálok gyúlták fel! Elég, fogjátok el! Gyertek velem! Gyertek! Gyertek velem! Fogjátok el! Fogjátok el! Hová rohantok? Támadjunk! Bátor beszéd, barátom. Majdnem olyan lázító, mint a miénk. Barabás. Tehát emlékszel rá. Hogy felejthetnélek el? Semmi közöm hozzád. Ha velünk harcoltatok volna, a mesteretek még élne. A mester megmenthette volna magát, de nem akarta. Inkább a halált választotta. Talán jól választott. Valóban hasznosabb az ügynek holtan, mint élve. Te még nem tudod, de te is halott vagy, épp úgy, mint a mestered. A mesterem próféta volt. De nem hallgattad meg a szavát. Izraelben túl sok proféta él. Harcosok kellenek. A te mestered azt mondta, új királyságot hoz. Mi készen álltunk az elnyomó ellen, de ő nem akart harcolni. És ezért meghalt. Téged kellett volna megfeszíteni, nem őt. Bátor ember vagy, téged becsüllek. Jobb vagy nála, közénk tartozol. A harc folytatódik, megérett az idő. A teste eltűnt, az emberek fegyverben várnak.
Te vitted el a testét, ugye? Mi harcosok vagyunk, nem sírrablók. Akkor ki volt? Hollók, férgek? Kit érdekel? Engem. Sok barátot veszítettem. Tudom, mit érzel. De vége az álomnak. Cselekednünk kell. Az emberek szeretnek. Jeruzsálem hamar a miénk lesz. Csatlakozz hozzánk. Te és a többiek. Ez az egyetlen esélyünk a túlélésre. Adj nekem jelet! Adj nekem jelet! Nem értelek. Tamás, fogd meg ezt. Te ezt hozod majd. És az őrök? Ne aggódj, ők nem figyelnek a szolgákra. Tartsuk itt hozzá minket. Figyeljük őket. Benjamin? Igen. Tamás, ő Benjamin, barátunk. Elvezett téged a börtönbe. Gyere. Erre. Halkan. Ez az a hely. Itt van bent. József! Tamás! Mit keresel itt? Az nem számít. Tudom, miért vagy itt. Kérdezni akarok tőled valamit. Miért vittél el Kajafáshoz? Még mindig nem bízol bennem, ugye? Ha mellettük állnék, akkor nem lennék itt, igaz? Azt hittem, Kajafás valamennyire független, de tévedtem. Bevittél minket a csapdába. Nem én. Kajafás először velünk volt. Úgy érted, hogy téged is becsapott? Igen. Elhiszed, amit a katona a sírnál mondott? Honnan tudsz te erről? Ott voltam, hallottam. Csak azt mondta, amit a szájába adtak. Kicsoda? Azt hiszem, Pilátus. Leplezni akart valamit. Longinus Centurio története nem tetszett neki. A rómaiak vitték el Jézus testét? Akkor miért hibáztatnák a saját emberüket? De Barabás sem volt, beszéltem vele. Lent van a cellája, gyorsan! Te most velünk jössz! Gyerünk, siess! Újabb provokáció a Nazarénus tanítványától és Barabástól. S mit tesznek az embereit, Kajafás? Nemes Pilátus. Azt várják, hogy megérkezzünk. Kényes pillanat volt és a templomban... Barabást is meg kellett volna feszítenünk a Nazarénussal együtt. Ha elkapkodjuk, Jeruzsálem lángokba borul. Hagyd békén, Kajafás! Vagy valóban leég a városod. A test eltűnt, az emberek háborognak. Hamarosan újabb lázadás tör ki. Nos? Hol van a holttest? Azt hiszem, te tudod. Petronius,
Nekem semmi közöm hozzá. Sem a tanítványainak. Tehát közéjük tartozol. Most már elismered? Igen. Közéjük tartozom. Lám, lám, lám. Akkor a helyedre is kerültél, nem igaz? Vissza a celládba, hogy megrohadj! Menj! Figyelmeztetlek, hogy a názáreti követői szóbeszédet kezdtek terjeszteni. Hogy mi vittük el a holttestet? Nem. Hogy az úgynevezett messiás feltámadt a halálból. Feltámadt a halálból? Ezek az emberek mindent elhisznek. Azt tanácsoljuk, hogy a centúriódat Longinuszt küld el Jeruzsálemből. Ha ez a hír elterjed, sosem lesz vége. Törődj a magad embereivel, Kajafás! Longinus már senkinek sem tud ártani. Én megtettem, amit lehet. Ó, bocsáss meg, József. Az én hibám. De kijuttatlak innen. Ne velem törődj. Meg fognak kínozni. Légy türelmes, Tamás. Nem sokára minden tisztázódik. Igen. Jézus meghalt. Veszítettünk. Most már nem várhatunk csodára. Nem hiszel a csodákban? Hiszem, hogy Jézus legyőzhette volna a világot, de nem hiszem, hogy legyőzte a halált. Legyőzte a halált. Egy asszony azt mondja, hogy látta őt a sírjánál. Igazad beszél? Zavarodottak vagyunk. Szerintem csak azt hiszi, hogy látta. Higgy nekem, Tamás. Ennek nincs vége. Lesz még folytatás. Gyorsan, erre! Ott van, ő az! Nem szöked meg! Jönnek a katonák! Erre az útból! Gyerünk, arra menj! Ne hagyjuk megszökni! Erre! Beszélte Józseffel? Igen. Meg kell találnom Longinuszt, a centúriót, mielőtt megölik. Vigyázz magadra, Tamás. Nehogy elfogjanak. Majd igyekszem. Az Úr segítsen, hogy magadra találj. Eljössz velem? Nem bánod meg? Nem. Nem kellek már senkinek. Túl öreg vagyok, pedig a 30-at sem értem el. Tartsd meg! Ide hallgass! Mi ez a fura történet arról... arról az eltűnt testről? Te viccelsz! Másról sem beszélnek a városban. Azt hallottam, megkínozták Longinuszt, Pilátus bizalmas emberét. Longinuszt? Ismered? Persze, hogy ismerem. A rómaiak szerint elment az esze, de én nem hiszem. És hol van most ez az ember? Senki sem tudja, barátom, senki sem tudja. És a többi katona, aki a sírnál volt? Az Caius volt, az első tiszt, megkorbácsolták. Fogadok, hogy a fürdőben találod azok után. Igaz.
Az istenekre esküszöm, megölök valakit, ha nem jön ide masszírozni! Most rögtön! Finoman, finoman. Gazember. Pontius Pilóca Pilátus. 25 év szolgálat után mit kapok? A disznók majdnem megöltek. Jól van. A jó öreg Caius most már a maga érdekét fogja nézni. Nincs igazság a világon. Názáreti Jézus. Kifárasztanak a korbácsolással. 2 órán keresztül az kemény munka, igaz? Aztán meg keresztre feszítésre is elküldenek üres gyomorral. Nem hazudok. Nézd rám, csont és bőr vagyok. Aztán még őrizzem a sírt is egész éjjel. És ha elbóbiskolsz, akkor még meg is korbácsolnak. Ez nem fair. Miért én? Az istenek nem kedvelik szegény öreg Caiust. Talán az ő istene volt. Megkorbácsoltad. Római katona vagyok, ő meg egy zsidó bűnöző. Bűnöző? Rosszabb a többinél is. Azt várja, hogy megszánják. Mint Longinus. Ő megkapta, mert együtt érzett vele. Longinus? Mi történt Longinusszal? Kíváncsi vagy mi? Nem, csak azt rebesgetik, hogy ő tudja, hová tűnt el Jézus teste. Túl kíváncsi vagy, hogy ez ne személyes ügy legyen. Te, téged láttalak a sírnál. A názáreti követője vagy. Ne! Ez pusztán üzleti ügy. Sokat nyerhetsz rajta, ha megmondod, amit tudni akarok. Még a testet is eladom neked, ha azt akarod. Megadom, amit csak kérsz. Azért ne túlozz, ez csak egy holttest. Ma este, a katakombák előtt, hozz aranyat. Legyél belőle egészen friss. Túl drága, és nem is szép. Akkor ezt nézd meg. Na jó, mutasd. Megéri az ember. Azok mennyi? Testvéreim! Tamás! Mária! Hol jártál? Megtaláltam! Megtaláltam! Tamás. Ma este megkapom! Johanna! Megtaláltam! Ma este visszahozom. Tamás! Mi láttuk őt. Itt nálunk. Jézus él! Visszatért! Feltámadt, ahogy megígérte. Ő valóban Isten fia. Várjatok, én... Mind láttuk őt. És beszélt hozzánk. De... Hol? Mikor? Ezen a helyen, alkonyatkor. Miután elmentél. Amint a kenyeret megtörtük, pontosan úgy, mint a halála előtti estén. Eljött hozzánk Tamás, ahogy megígérte. És miért akkor jött? Amikor elmentem. Johanna, te is láttad? Én veled voltam. Igen. Őt kerestem. Az életemet kockáztattam, hogy megtaláljam. És amikor elmegyek, ő megjelenik előttetek. Békesség nektek. Amint engem küldött az atya, úgy küldelek én is titeket. Ezt mondta. Gyógyítsátok meg a betegeket, a halottakat, támasszátok fel. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. Ki vagy te, Simon, hogy megbocsáss a mester gyilkosainak? Te beszélhetsz Jézus nevében, csak mert vártál, hogy kerestem a semmi? Tamás, pihenned kell. Légy könyörületes magadhoz. Te is meg akarsz nekem bocsátani. Hogy te is megbocsáthass másoknak. Mennyire kedves vagy. Jól van. Elfogadom. Láttátok? Igen. Itt állt előttetek. De én nem láttam.
Rossz helyen voltam. Úgy tűnik, mindig rossz helyen vagyok. Akkor fogadd el a mi szavunkat. Nem tudom. Ti csak álmodtok. Gyávák vagytok. Én hiszek nekik, te miért nem? Olyasmit keresel, ami nem létezik. Miért nem látod be? Nem tudom. Ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszek nektek. Akkor hinni fogok. Ma este visszahozom a testét. Meglátjátok. Tamás, Tamás. Miért keresed másutt, amit már megkaptál? Meghoztam, amit kértél. Rendben. Nem volt könnyű megszerezni, de sikerült. Jól van. Tedd a tennéhez. Caius. Szolgálatodra. Nem, előbb a testet. Előbb az igazat. Kifizett téged. A sír tulajdonosa. Ha hazudsz, megöllek. Mutasd az utat. Jó. Yeah. Ki hozta ide? Túl sokat kérdezel. Miért? Miért ide? Halott, nem? Mind halottak, oly fiúk. Barabás. Végre megkaptad, amit érdemelsz. Csinos halott vagy. Na, itt van. Ez nem ő. Tévedsz. Ez itt nem Jézus teste. Pedig ő az. Fizess és vidd a testet, vagy Pilátus kezére adlak! Segíts! 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 Gyere! Gyere! Miért mentetted meg az életedet? Ugye tudod, hogy mindenképpen átadtalak volna Pilátusnak? Jézus tanította, hogy szeressem az ellenségeimet. Várj! Mit tehetek, érted? Mondd meg, hol van Longinus. Azt mondják, elvitték a sivatagon át oda, ahová az őrülteket küldik. Siess, ha életben akarod találni. Na menj! Menj!
Mester! Vigyekezz! Akarjátok az egész napot itt tölteni ebben a mocsokban, ugye? Gyertek át hozzánk, ígyunk egy kis bort. Na és a fogoly? Ugyan a fogoly. Olyan állat, mint a többi. Gyere már, úgysem megy sehová. Na jó, megy. Kenyér! Ismered Longinust? Longinust? Longinus? Longinust? Longinus? Longinus? Ismered Longinust? Ki keres engem? Longinus? Longinus? Nézd rám! Ismersz engem? Ki lopta el Jézus testét? Én tudom, ott voltam. Nincs oltást. Gyere. Gyere. Gyere velem. Te vagy az... a bolond zsidó, aki el akarta vinni a testét? Igen. Ki vitt el? A fény. Mi az, hogy fény? A fény az ég. Ragyogó. Éjfélkor. A kötöm. A sír előtt elfordult. Azután mi történt? Én oda mentem a sírhoz a térdemen. És?
Eltűnt. Eltűnt? A sír már üres volt. Vizet, kérlek, vizet. Fogd. Annyi fény. Az a perzselő fény. Vak vagy. Hol vagyok? Qumranban. Az esszénusoknál. Befogadnak egy római katonát? Jézus mondta, hogy minden ember testvér. De én szögeztem a kereszthez. A saját kezemmel. Ahogy felkiáltott atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ez az ember valóban Isten fia volt. És én átszúrtam a lándzsámba, a végre rám fröccsent. Én eltettem a lándzsa hegyét. És a sírnál... Igen? Megkérdezted, hogy tudom-e? Én megtaláltam. Én nem. Én még keresem. Gondoskodunk róla, ne aggódj.
keresztül a sivatagon, hogy megtaláljak egy vak embert. Tudom, hogy most bánat, Gyötör, de találkozunk még. És a szívünk újra egyesül, és senki se veszi el tőlünk az örömet. Mit akarsz tőlem, uram? Segíts, hogy elfogadjam. Segíts meg! Uram! Tamás! 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 Imádkoztam érted. Imádkoztam, hogy az Úr épségben visszahozzon. Gyere be! A többiek is örülnek majd neked. Nem mehetek. Nem lehet. Johanna, elhagyom Jeruzsálemet. Kérlek, gyere velem. A tanítványoknak most együtt kell maradniuk. Te is tudod. Igen. Miért nem jössz a barátaidhoz? Barátok. De hát mit tettek veled? Barátok. Barátok. Mit tettem a barátaimmal? A barátaim. Nem Tamás. Nézhetek a szemükbe. Nem tehetem. Nem lehet. Tamás, nem értelek téged. Mi történt veled? Mi történt a sivatagban? Megtaláltad Longinuszt? Longinus. Longinus. Elmondta, hogy ő szögezte a mestert a kereszthez, hogy megostorozta, megölte. Mégsem ő okozta a mesternek a legnagyobb szenvedést, hanem én. Longinus hisz Jézusban. Én kételkedem benne, magamban, benned. Kételkedem mindenkiben, a testvéreimben is. Ezért nem akarod őket látni. Nem érdemlem a megbocsátásukat. Hogy bocsáthatnának meg? Nincs helyem Jézus barátai között. Ez nem igaz. Tamás. Ki vagy te, hogy ezt mondd? Csak szégyenkezel azért, amit tettél. Tudod, hogy most mit kell tenned? Thank you.
Gyere, ne félj tőlük. Péter! Tamás! Tamás! Visszajöttél! Bocsáss meg! Bocsáss meg, Péter! Bocsáss meg! Hát itt vagy. Bocsássatok meg, testvéreim! Eltöltött a kétség. Mindannyiunkat. Igen, de nekem nem volt hitem. Kerestem valamit, de nem találtam meg, mert nem volt mit megtalálni. Az élők között kell őt keresnünk. Tamás! József! Szabad vagy? A börtön kapuja kinyílt. És ő ott volt. Te is láttad őt? Most már hiszel nekünk? Mondd meg, hogy mit tegyek. Mondd meg, hogy mit tegyek. Csak ti maradtatok nekem. Kérlek, segítsetek. Segítsetek. Segíts, kérlek! Segíts nekem! Békesség nektek! Tamás! Tamás! Olyan régóta hívsz engem, és most, hogy itt vagyok, nem beszélsz velem? Ó, uram, bocsáss meg nekem. Elhagyott a hitem. Bocsáss meg. Akkor bizonyítékot adok. Jöjj közelebb. Nem, mester. Nem kell bizonyíték, nem kell bizonyíték. Gyere. Ó, hiszek már. Érintsd meg a sebeimet. Hiszek már. Hiszek már. Hiszek már. Hiszek. Nézd a kezemet. Tapintsd meg oldalamat. Most már van hited? Ó, uram! Ó, Istenem! Ó, uram! Ó, Istenem! Tamás, jöjj! Nézd rám! Azért, mert láttál, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Menj békével. Isten áldjon. Isten áldjon, Péter. Isten áldjon téged is, József. József. Vigyázz magadra. Az Úr legyen veled. Veled is, barátom. Remélem, hamarosan újra látlak. Így van, Jakab. Vigyázz magadra.
József. Tamás. Tartsd meg ezeket. Nem. A tiéd, őrizd csak meg. Nem. Már nincs szükségem rájuk. Jó utat kívánok. Az Úr legyen veled. Isten áldjon. Indulnunk kell. Johanna. Köszönöm. Mária anya, áldj meg engem. Menj, Tamás, menj. Hirdesd a világnak, hogy láttad. Jézus feltámadt. És most a hitünk nagyobb a félelmünknél. Vegyünk egy kis búzamagot. Elpusztul a földben, de új növény születik belőle, és növekszik, beérik. Ezért ne csak arra vessük a tekintetünket, amit látunk, hanem inkább legyen hitünk abban, amit még nem láthatunk. Mert a látható dolgok egy pillanatig tartanak. Míg az, amit még nem látunk, örökké tart. Magyar hangok. Kőszegi Ákos, Jakab Csaba, Besenci Árpád, Majsai Nyilas Tünde, Breyer Zoltán, Csernák János, Tóth Éva, Barabáskis Zoltán, Selmeci Roland, Mózer Károly, Vég Ferenc, Uri István, Melis Gábor, Németh Borbála, Seder Gábor, Bicskei Lukács. Magyar szöveg Károly Eszter, hangmérnök Hajzler László, vágó Ádám Gyöngyi, gyártásvezető Masol Ildikó, szinkronrendező Maukner József. A szinkront a TV2 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.